Minden tele volt pókhálóval, zsákasarokba, szemét, itt, a székek alatt szemét. Nem akart hinni a szemének ez a nő, amikor belépett a halottas házba, ahol a sógornője holtteste feküdt. Ezeket a fotókat ő készítette. A képeken látszik, hogy az omladozó vakolatú épületben rengeteg döglött rovar, és mindenhol pókok és a hálóik voltak. A sarokban pedig több zsáknyi szemét. A nő azt mondja, a halott hűtő sem ment, pedig megpróbálta azt másik konnektorba is átdugni. A hűtőt megnéztem, hogy hideg van a hűtőbe. Még hideg volt, még akkor nem volt megengedve sajnos a halott, pedig már 4 napja feküdt itt kint a szemétbe. A testvérem kiírta a temetkezési vállalkozókat, ők elvitték. Én elmentem a polgármesterhez, akitől megkaptam, hogy mit keresek én a hullaházba. Hát én nem tudom, mit keresek, a halott sógornőmet kerestem. A nő pénteken bejelentést tett az ANTS-nél, akik jegyzőkönyvet vettek fel a halottas házban tapasztalható állapotokról. A polgármester csak ezután takarítottak ki közmunkásokkal az épületet. Az elhunyt nő férjét nagyon megviselték a történtek. Nem elég, hogy a feleségemet elveszítettük, akkor még ez a cirkusz is, amit itt művel, itt a polgármester, meg itt az egész épület, hát így meggyalázni egy halottat. Az eset miatt szerettük volna megkérdezni a település polgármesterét, hogy miért várt a halottas ház rendbetételével addig, amíg az ANTS jegyzőkönyvet vett fel az ottani állapotokról, ám hiába hívtuk az önkormányzat telefonszámát többször is, senki nem vette fel a telefont.